Gréczi Zsolt a vendégünk, a Demokratikus Koalíció pártjának szóvivője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt mondják, hogy aggasztó folyamat indult el a demokratikus ellenzéki oldalon. Hát van, aki erre azt mondja, hogy jó, hát ez már évekkel ezelőtt elindult. Önök most miért épp ebben a pillanatban látják fontosnak, hogy ezt kijelölték? Hát ha szabad ilyet mondani ez ügyben, hogy meg kellett szólalnunk az utolsó csepp a pohárban, az volt, amikor a Magyar Szocialista Párt tartózkodott azon a parlamenti szavazáson, ahol a Fidesz és a Jobbik amellett szavazott, hogy felkészületlen és kiképzetlen magyar katonákat küldjenek a magyar határa, ahol, mint tudjuk, bármi megtörténhet, hiszen ahol tömeg van, meg ahol fegyver van, meg kerítés van, ott előbb-utóbb is lehet, és a Magyar Szocialista Párt pedig azt gondoljuk helytelen módon nem elszavazott, hanem tartózkodott. A bizottságban még nem elszavaztak, nem? Igen, hát nyilván. Mi történt azóta? Nem tudom, hát én is a sajtóban olvastam, hogy de nyilván ez az MSZP belügye, hogy volt egy nehéz hangulatú frakció ülés, ahol végül is úgy döntöttek, hogy tartózkodnak a szavazáson, de esetleg számomra azért megnyugtató volt Lendvai Ildikónak a hétvégi Facebook bejegyzése, ahol hibának nevezte ezt a tartózkodást, így azért azt gondoljuk, hogy a Magyar Szocialista Pártban is vannak olyanok, akik szerintünk helyesen látják. Nem az vertek ki a biztosítékot, hogy elmentek a szocialisták a Jobbikkal a Magyar Liberális Párt fórumára? Ugye ez a Orbáni 6 pont mellett tette le végül a voksát, ez a fórum. Igen, igen. Önök szintén szembe helyezkednek, és hát ezzel azt látják, mintha egy koalíció, nagy koalíció alakulna ki ez ügyben. Igen, hát furcsának találtuk, hogy Mesterházi Attila azt mondta, hogy ő ezt a 6 pontot támogatni tudja, amiből, mint tudjuk, az első 4 nem Orbán Viktor pontjai voltak, hanem az Európai Bizottságé, amit korábban, amikor Orbán Viktor még ott tartott, hogy Endi se akart adni a nyomorultaknak, akkor már Jean-Claude Juncker megfogalmazta ezeket a pontokat. Az Orbáni 5. pont az ugye arról szólt, hogy mondjuk Oroszországot be kéne vonni az egyeztetésbe, ami hát rögtön fölsejlett bennünk Paks 2 és a mögötte levő lehetséges gazdasági és politikai alkú, a 6. pedig teljesen hiteltelenné teszi Orbán Viktort, ugyanis azt mondta, hogy világkvótát kellene bevezetni. Na most, aki az európai kvótát és a Magyarországra vonatkozó kvótát is mereven elutasított, az miért kezd hirtelen világkvótáról beszélni? Ráadásul nehezen látom kivitelezhetőnek, hogy mondjuk az Európai Unió Argentínára kiterjessze a kvóta rendszer igényét. Tehát Orbán Viktornak gyakorlatilag minden mondata ebben a történetben hazugságnak bizonyult, igaztalannak bizonyult és súlyos károkat okoz Magyarországnak. Mi azt gondoljuk, hogy nem lehet olyan kompromisszumot kötni, ahol engedményeket tenni, ahol egy kicsit is azt a látszatot keltjük, mármint demokratikus pártok közössége, hogy Orbán Viktornak ebben a kérdésben bármiben is igaza lehet. Nyilván nem Orbán Viktor álláspontját védem helyette, hanem csak felvetem azt a kérdést, hogy mondjuk Oroszország, amelyel beszélni kell nyilvánvalóan a szíriai helyzet miatt, mert láthatóan az egyetlen aktív szereplő, amely hajlandó ott beszállni szárazföldi csapatokkal is, akár az Putyin elnök. Másrészt Kun Miklós azt mondja, aki Oroszország szakértő, hogy 10 000 éve kóvályognak menekültek Szíriából, Afganisztánból, a déli határmentéről Oroszországban, és az oroszok összefogdosva őket Norvégián keresztül szállítják el az Európai Unióba ezeket a menekülteket. Tehát valóban ez a probléma Oroszországot is érinti, és minket Oroszország által. Nem kell ezt a folyamatot Putyinig elvinni? Lehet, hogy el kell, csak Orbán Viktor ebben az ügyben is hiteltelen. Tehát Orbán Viktor, aki Paks 2... Tehát nem Putyinnal, hanem ebben Orbán szerepével van nem, baj? Az, hogy Oroszországnak esetleg segítenie kell valamilyen uniós, közös uniós részvételben, az esetleg nem vitatható, de Orbán Viktor, ha ezt fölveti, ez egész Európa számára inkább a gyanakvást jelenti, hiszen emlékszünk, hogy Orbán Viktor milyen álláspontot képviselt az orosz-ukrán történetben, tehát hogy gyakorlatilag Oroszország mellé állt, pedig Oroszország volt az agresszor, tehát Orbán Viktor ebben is teljesen hiteltelen. Önök elutasítják a határkerítést, a kerítésépítést, meg ezt a 6 pontot, és most úgy tűnik, mintha ebben viszonylag egyedül maradnának a magyar politikai mezőben. Hát így nem hinném, is? Nem. A kerítést azt, ha én jól tudom, akkor a Fideszen és a Jobbikon kívül más párt nem támogatja. Arról nem beszélve, hogy... De a 6 pontot, igen.
Hát a 6 pontot igen, elég szomorú ez, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy amit Orbán Viktor akár a kerítésügyben képvisel, az is teljesen hiteltelen. Tehát egyik nap azt mondja, hogy ide Magyarországra egyetlen menekültbe nem teszi a lábát, majd utána ő buszoztatja és vonatoztatja őket. Egyik nap azt mondja, hogy nincs határ, szöges dróthatár Szlovéniánál, miközben a fotók azt mutatják, éppen húzzák föl a kerítést, majd gyorsan visszaveszik, mindez egyébként sok pénzbe kerül, és nem állított meg senkit ez a szöges drótkerítés. Ráadásul az is kiderült a belügyminisztérium adataiból, hogy teljesen ellenőrizetlenül és regisztrálatlanul ezrével önti be Magyarország az Európai Unióba a menekülteket, akikről semmiféle adat nincs. Tehát Orbán Viktor úgy aggódik egyébként a keresztény Európáért, hogy regisztrálatlanul önti be az embereket az Európai Unióba. Ez az ő felelőssége, a belügyminiszteré, vagy Bakondi György főtanácsadói, vagy magája a rendőrségi? Hát mindegyikük felelőssége. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván a magyar határokat meg kell védeni, meg lehet aggódni is Európáért, ha valaki nagyon akar, de ettől függetlenül ez az állítása is teljesen hiteltelen. És ha egyébként Orbán Viktor pedig ott is téved, hogy ha azt gondolja, hogy ez a kerítés pozitívumként vonul be a magyar történelembe, azoknak a nevét fogják aranylapon megjelölni, akik el fogják bontani ezt a kerítést. Ha jól értem, a hiteltelen kifejezés a kulcsszó ebben a történetben. Hát a hiteltelen is hazug. Tehát Orbán Viktor egyszerűen összeveszett az összes létező szomszéddal. A horgosi polgármester, aki egyébként magyar, arról panaszkodik a Demokratikus Koalíció elnökének, hogy a határon túli magyaroknak is milyen károkat okoz és bosszúságot okoz ez a kerítés. Tehát Orbán Viktor, aki a mellét szokta döngetni azzal, hogy ő mekkora magyar, arra sem gondol, hogy a határon túli magyaroknak is keserűséget okoz. Köszönöm, hogy elmondta. Én is köszönöm.